Kap TV. Nézd, ahogy életed értelmet nyer. Jó estét, örülök, hogy láthatom Önöket, mivel egy dolog, amit nagyon szeretek, az egy teli előadóterem. Mindenki jól ért engem, magyarul beszélek. Mindenki ért magyarul, nem? A Zohárt arámi nyelven írták. Az arámi nyelvet a közel-keleten beszélték körülbelül 2000 évvel ezelőtt. Ha most arámi nyelven beszélnék, a könyvet arámi nyelven olvasnánk, nem értenénk semmit. De magyarul értjük egymást, ugye? Ugye? Oké. Akkor kinyitom ezt a könyvet, és lefordítunk valamit magyarra, szóval kezdjünk bele. Utána ő leereszkedett és lecsapott az oroszlánra. Kezdetben, amikor a folya vizeit görgette, Izrael a tökéletesség állapotában volt, mivel ajándékokat, áldozatokat ajánlottak fel, hogy vezekeljenek bűneikért, lelkeiket megmentsék. Akkor az oroszlán képe leereszkedett az oltára, az áldozatok testére taposott, azokat mind felfalva, míg a kutyák mind elnémultak. Értették, ugye? Jó. A nyelv szimbólumok, rendszerek, koncepciókra utalva, azokat bizonyos mintákba szervezve, jelentést átadva. Nagyszerű. De mi a jelentés? Számunkra a jelentés az érzelem. És legbelül érzelmi benyomás az, amit kapunk, vagy nem kapunk, miközben olvasunk. A világ összes nyelve érzelmekről, érzésekről szól, hogyan érzünk fizikai dolgokkal kapcsolatban, meg érzésekkel kapcsolatos szavaink is bizonyos dolgokra utalnak. Amikor éhes vagyok, nem egyszerű éhséget érzek, hanem éhes vagyok egy salátára vagy valami másra, mindig van valami, ami az érzéshez kapcsolódik. De mi van akkor, hogyha olyan érzésekről beszélünk, melyek azokra erőkre vonatkoznak, melyek a világot irányítják, erőkre, melyek nem tapintható dolgok, hanem hatások, erők, melyeket nem láthatunk, hiszen definíció alapján felette, körülötte vannak a dolgoknak, melyeket befolyásolnak. Mi van akkor, amikor egy könyvet akarunk írni? Azt akarjuk, hogy az emberek ebből a világból képesek legyenek belépni azokba az érzésekbe, hogy képesek legyenek behatolni azokba az erőkbe, melyeket lehetetlen dolgokra utaló szavakkal leírni. Ez egyetlen módja annak, hogy áthatoljunk abba a dimenzióba, az, hogy olyan szavakat használjunk, melyekkel az olvasó képes kapcsolatba lépni. Felhasználva szavakat ebből a világból, de úgy, hogy azok segítségével képesek felemelkedni a behatások világába. Ez az, amit a kabbalisták tettek, amikor a Zohárt írták. Egy dimenziókat összekötő nyelvet alkottak, az ágak nyelvezetét. Tehát a világ, amelyben mi most élünk, az a végeredmények világa. Mindaz, amit látunk, mindaz, amit történik, az annak eredménye, ami ott felül megtörtént. Itt alul található a tér, az idő, a mi világunk, emberek, helyek, tárgyak, ezen világ objektumai, eseményei, beleértve érzéseinket, gondolatainkat. Ez a külső kérge létezésnek a valóság ágazat része, és felül találjuk az erőket, melyek az evilági objektumokat vezérlik, ez a belső, az oki, a gyökér szintje a valóságnak. Nincs semmi az ágazati szinten, mert ne lenne közvetlen következménye egy felső erőnek. Írva van, nincs olyan fűszál, mely felett ne állna egy angyal, a fűszálba lecsapva, utasítva arra, hogy növekedjen. Ezek az erők az egyetlen szándéki erőtér kifejeződései, mely tér soha nem változik. És ez a fajta szándék az egyetlen, mely képes bármit is teremteni. Az ágazati szintnek semmi saját ereje nincsen, az csak nyersanyag. Ez olyan, mint a viasz a pecsét lenyomatát tartalmazva. Csak az jelenhet meg benne, amit a pecsét belenyomott. Bum! Késő. Az semmit nem képes megváltoztatni. A nyersanyag a megszerzés iránti vágy, melynek nincs saját létezési joga lehetősége. Az csak a felső erő eredményeképpen segítségvel létezik, így az egyetlen módja annak, hogy bármit megváltoztassunk, az, hogy felemelkedjünk a gyökér szintre. De ameddig el nem kezdem érezni a változatlan felső szándékot, képtelen vagyok elmenekülni ebből a világból. A Zohárban emberek nevei, mint Dávid, Sára, Fáraó, helyek, mint a templom, föld, bűn, különböző dolgok, mint szekér, oroszlán, angyalok, azok mind a személy belső állapotait írják le, visszamutatva az ágazat szintjéről a gyökér szintjéről. Tudom, hogy ez zavaros, őrítő lehet, főleg vallásos előismeretek hatására. Nehéz nem megszokott módon reagálni a könyvszavére, de meg kell tanulnunk kimosni magunkból ezt az ösztönös reakciót. Ez olyan, mint egy kvantumfizikai kézikönyv, mi technika nyelv helyett egy érzelmi nyelvet akarunk használni, mivel az agy a felsőhöz kapcsolódunk érzéseken, vágyakon keresztül, és nem az értelmünkkel. Oké? Okay? Utána leereszkedett és lecsapott az oroszlára. Kezdetben, amikor a folyó vizeit görgette,
Izrael tökéletesség állapotában volt, mivel ajándékokat, áldozatokat ajánlottak fel, hogy vezekelnek bűneikért, lelkeiket megmentsék, akkor az oroszlán képe leereszkedett és az oldalra telepedett, az áldozatok testére taposva, azokat mind felfalva, míg a kutyák... Még a kutyák mind elnémultak. Ennek a nyelvnek a tanulása ugyanaz, mint a felső világba való felemelkedés. Amikor mi belül olyanná válunk, mint ezek az érzések, az felkészít minket arra, hogy megújuljuk, mi történik holnap, mivel holnap az történik majd, amit mi magunk szándékozunk. Oké, ennyit mára. Emlékezzenek arra, itt nem tanulni, hanem megismernünk kell, elérnünk kell.